Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz, ahol végre valahára megmutatom nektek azokat a termékeket, amiről pár videóval ezelőtt már beszéltem nektek. Azt is meg fogjátok tudni, hogy miért húztam ilyen sokáig a bemutatásukat, viszont még mielőtt bármibe is belekezdenénk, szeretném nektek elmondani, hogy ha nem láttátok volna az előző videóimat, akkor itt vannak az indexképek, illetve lent lesznek a leírásban a linkek, úgyhogy ha nem láttátok még, akkor nézzétek meg azokat is. Úgyhogy most meg fogom nektek mutatni azt a két terméket, amit ti már tudtok, hogy a Jeffree Star Cosmetics Magic Star Concealer, tehát korrektor és fixáló púder lesz, erről lenne szó. Nem emlékszem, hogy mondtam a mondat elejét, úgyhogy ne haragudjatok, hogyha kicsit össze-vissza vagyok. Hát igen, most egy kicsit kapkodásban vagyok, nem sokára jönnek édesanyáik, és még nem pakoltam össze semmit, és igen, de mindegy, nem ez a lényeg, nagyon izgatott vagyok. Lesz majd egy hatalmas meglepetés is, miután visszaértünk. Van egy darab termék, ruhadarab, nem mondom el, hogy micsoda, amit mindenképpen meg szeretnék venni, nagyon-nagyon-nagyon régi vágyam, és konkrétan remegek, hogy végre kint legyünk, és felpróbálhassam, és megvehessem, és megmutathassam nektek. Viszont még nem itt tartunk, hanem ott, hogy el fogom nektek készíteni az alapomat, de nagyon sokat beszéltem, úgyhogy kezdjük is el. A hajam egyébként kész káosz, ugyanis amióta ilyen rövid, igen, nekem ez már rövid, azóta nem működik az a gönderítési technika, amit eddig használtam és imádtam, úgyhogy most próbálom kikísérletezni, hogy is lesz ez az igazi, és megígérem, hogyha rájövök, akkor abból is fogok nektek csinálni egy videót, viszont most még nem tartunk ott, és természetesen megint hátradobtam, mert még mindig nem tudok így sminkelni, úgyhogy az első lépés a sminkemben, és egyébként az arcápolási rutinomban is, mindig az, hogy egy tonikkal, természetesen alkoholmentes tonikkal letörlöm az arcomat. Hogyha ez megvolt, akkor mindig következik egy szérum, és mivel most az AHA-savas hámlasztást csinálom, így természetesen az ahhoz tartozó szérumot is használom, amit itt láthattok. Ebből egy másfél pumpát kinyomok, nagyon folyik, úgyhogy nem mutatom meg. Felhelyezem az arcomra, nagyjából eloszlatom. A nyakatok is az arcotokhoz tartozik valamilyen szinten, úgyhogy ne hagyjátok ki a krémezésből és a szérumozásból sem. És miután a szérum is megvan, utána jöhet maga a krém. Ugyanúgy a Whitening termékcsaládot használom, ami ugye kifejezetten az AHA-savas kezeléshez van, és tartalmaz fényvédőt is egyébként. Ennyi krémet viszek fel az arcomra, hát nem tudom, egy nagyobb borsó talán. Ezt is ugyanúgy eloszlatom, és egyébként tök érdekes, amikor megcsináltam az első AHA-savas kúrát, kezelést, akkor még nagyon nehéz volt ez a krém, tehát iszonyatosan zsírosnak, és hát nehéznek éreztem. Viszont ahogy elkezdtem rendszeresen használni, és ugye most már a harmadik AHA-savas kezelésen vagyok túl, egyre jobban igényli a bőröm, és egyre jobban hozzá szokik, és valamilyen szinten hozzá alakul. Azért abból, ahogy csillog az arcom, látjátok, hogy ez tényleg egy testes krém, és ami szerintem nagyon érdekes benne, hogy nem pattogok ki tőle, tehát nem lesznek tőle pattanásaim egyáltalán, és mégis annyira hidratált az arcom, és érzem, hogy szívja magába, és... Na, mindegy. Úgyhogy igazából, amióta az AHA-savas kezelést csinálom, azóta ez az alapom mindig a smink alatt, viszont ezt egy olyan 20 perccel azelőtt szoktam megcsinálni, hogy ténylegesen felteszem a sminket, mert hagyom, hogy jól beszívja az arcom. Egy ideig tényleg lehet érezni azt a kis réteget az arcodon, viszont egy ilyen jó 10 perc után, 15 perc után teljesen beszívja, és én szeretem azt megvárni, amit tényleg csak az a nagyon hidratált érzet marad az arcodon. És akkor végre elérkeztünk a smink részéhez a videónak. Amikor is először megcsinálom a primerezést, ami még mindig a Bobbi Brown E-vitaminos primere, ami Bence és Timi szerint lábszagú, holott nagyon jó citrus illata van, citromos illata van. Ups, összekentem a kezem.
És ezért szeretem egyébként megvárni azt a 15-20 percet körülbelül, amíg elkezdek sminkelni, mert addigra teljesen beszívódik a krém, és arra még rámegyek egy kis primerrel, hogy még hidratáltabb legyen az arcom, és végül is ez fog felelni azért, hogy a sminkem tartós is legyen. És mielőtt elkezdeném az alapozást, fel is hoznám a videónak a két sztárját, ami nem más, mint a Magic Star fixálópor, remélem nem vakítalak ki titeket nagyon, és a korrektor. Na már most! A korrektorból egy kicsit világosabb árnyalatot vettem, mint kellett volna, így utólag erre rájöttem, de az összes drogériába olyan világítás van, hogy ember legyen a talpán, aki normálisan tud színt választani. És csak azért hoztam fel még az alapozó előtt, mert nagyon sokat szenvedtem velük. Amikor először feltettem, annyira csalódott voltam és rosszul éreztem magam. Nem olcsók azért, azt tegyük hozzá. Azt hiszem, hogy az egyik 8000 valamennyi, a másik meg 10000 valamennyi. Nem tudom a pontos árát, majd megkeresem nektek. És konkrétan úgy éreztem, amikor először felraktam, hogy ezt... De tényleg. És kellett hozzá egy hónap, mire biztosan rájöttem, hogy is tudom használni, és mi lesz a teljesen jó ehhez. A korrektor az... Igazából úgy tökéletes, ahogy van. Mindent elfed, nagyon krémes, nagyon kevés elég belőle, ennek ellenére sokat használok, mert szeretem, hogyha jól elfedi a kis barázdáimat. De önmagába véve az tökéletes. Na de a púder. A púder nagyon szárít. Szerintem, legalábbis én ezt vettem észre. Úgyhogy egy viszonylag kombinált arcbőröm van, és egy matt alapozóval, ami ugye magába véve is szárít, szörnyű. És elkezdtem tesztelni, hogy mivel és hogy lenne jó, ezért is szeretek ennyire behidratálni az alapozó alá, és mindenképpen egy olyan alapozót használni, aminek ilyen szaténfényű finise van, tehát semmiképpen nem szárad le matra. Úgyhogy most is a Physicians formulának az alapozóját fogom kipróbálni, amiről csináltam is egy videót, úgyhogy ha nem láttátok volna, akkor ide a sarokba kattintva meg tudjátok azt is nézni. És egy kicsit sötétebb ez az alapozó, mint amilyen az arcbőröm. És ezért lesz nagyon jó ehhez a fixáló porhoz, mert ebből pedig a színezett verziót vettem, ami durván világosít. Nyomok is ki a kezemre pár pumpát. Szóval kinyomtam az alapozót, és ahogy látjátok, egy picit sötétebb, mint az arcbőröm. És ezt csak úgy, mint egy rendes alapozót eloszlatom az arcomon. És akkor innen látjátok, hogy igazából iszonyatosan csillog ez az alapozó, amit alapvetően nem annyira szeretek, viszont nekem ezzel a púderrel így vált be, úgyhogy le is tekerem. Amit elmondanék róla, hogy a csomagolás az 10/15, mint mindig. Ez a kis csillag iszonyat éles a korrektornak a tetején, azzal már majdnem vágtam meg magam. Viszont egyébként ez is gyönyörű. Ennek is van egy pici illata, de nem olyan sok. Ennek viszont brutálisan vatta, cukros, ilyen nagyon finom illata van, viszont nekem egy kicsit erős. Szóval, hogyha ennek a felszálló porát véletlen beszívom, akkor egy ilyen 5 perc tüsszögés. Így néz ki, gyönyörű. Viszont van rajta egy zárható kis kupak, amit hogyha rázársz, akkor sokkal kevesebb jön ki így. Nem mondom, hogy teljesen bezárja, mert nem. Viszont sokkal kevesebb jön ki. És akkor azután, hogy hagytam egy kicsit száradni az alapozót, mert ennek az alapozónak szüksége van arra, hogy egy kicsit rászáradjon az arcodra, jöhet a korrektor, aminek egyébként meg is mutatom. Ha valaki nem látta volna még, akkor ilyen rúzsapplikátor kis feje van, ami magába gyűjti a terméket, és igazából iszonyat sokat tudsz vele húzni. Mutatom. Szeretnék szólni, hogy ezután fogok felvenni még egy videót, úgyhogy egy nagyon durva alapot fogok csinálni. Természetesen nincsen szükség ilyen durva alapra. Kamerán ez néz ki jól, és nyilván tudtok belőle sokkal kevesebbet használni, de megmutatom, hogy miket tudtok vele, hogyha esetleg egy kicsit alkotni van kedvetek.
Tehát mindent, amit most felraktam az arcomra, egy húzással csináltam meg. Nem tudom, emlékeztek-e az elf videómra, hogy hányszor kellett mártanom. Nem tudom, emlékeztek-e rá, de ez az alapozó nagyon durván oxidálódik, úgyhogy hát majdnem jó lesz így az összhatás, de természetesen bronzerrel még javítunk rajta. Elkezdem szépen eldolgozni. És szeretem mindig a végére hagyni a szemem alatti részt. Nem tudom, megszokás, jobban szeretem, hogyha egy kicsit megszárad. Feljövök az orrom mellé is. Egészen idáig. És viszek belőle a szemhéjamra is, valamilyen szinten már lealapozva azt. You better pass this class, you better take out the trash, you better make this last, you better chase this cash. Most egyébként szerintem nagyon szép lett a fedése, de megmutatom nektek, hogy mit szoktam csinálni, hogyha nem vagyok elégedett a végeredménnyel. Egy icipicit, a legkisebb mennyiséget, csak ide, ebbe a kis csíkba, amit szeretnék egy kicsit még világosítani, teszek be. És próbálok arra figyelni, hogy csak azon a részen dolgozzam el. És most, hogy már így is totál hullának nézek ki, jöhet a fixáló por. A fixáló port úgy szoktam használni, így tapasztaltam ki. Nagyon picit hagyom száradni a szemem alatti részt, azután megigazítom nagyon óvatosan, hogy véletlen se toljak el semmit, a kis ráncaimba beült cuccot, és belemártam a szivacsomat úgy rendesen, és nem ütögetem le. Utána pedig viszonylag erősen és gyorsan beledolgozom a bőrömbe. Azért mondom, hogy gyorsan, mert ha lassan csinálom ennél a púdernél, és hagyom ülni, akkor ilyen fehér kis lyukacsok, golyócskák gyűlnek össze, ami egyáltalán nem esztétikus, és nem nagyon lehet őket eltüntetni utána. És az olajosabb részeket, mint a homlok és az áll, lefixálom ezzel, illetve ha van még olyan rész az arcotokon, amit szeretnétek nagyon kiemelni, mint például az álcsont, meg is mutatom, hogy azt hogy szoktam, de ez majd egy kicsit még későbbi lépés, akkor ide tudtok még tenni. Arra viszont figyelek, hogy a szemhéjamra véletlenül se menjek rá. Ezután a következő lépésem mindig az szokott lenni, hogy egy viszonylag nagyobb fejű púder ecsettel áttörlöm az egész arcomat, hogy ami még pluszban maradt rajta, azt lesöpörjem. Egy kicsit egységesebb lett az összkép, viszont a színezett púderektől ne várjátok azt, hogy teljesen eltűnjenek, mert végül is ezek azért vannak, hogy világosítsák a szemetek alatti részt, úgyhogy így nézek ki most, és fél perc múlva jövök, megmutatom, hogy hogy néz ki az arcom többi része, legalábbis az alapom többi része, viszont ezt kamerán kívül csinálom meg. Jelenleg így néz ki az arcom, elkészült a pirosító, bronzosító, highlighter és a szemöldököm is. És a sminkem többi részét egy másik videóban fogjátok majd látni, ami azt hiszem, hogy ezelőtt megy ki, és ha igen, akkor ebbe a sarokba kattintva meg tudjátok nézni. Viszont hogyha azzal készen vagyok, akkor egy pillanatra még be fogok nektek jelentkezni, és onnan a késminkben fogok elköszönni tőletek. Úgyhogy erről a két termékről összesítve annyit szeretnék nektek elmondani, hogy ha úgy érzitek, hogy nektek belefér ez az árkategória, akkor szerintem érdemes kipróbálni, mert tényleg nagyon-nagyon jók, viszont az tény, hogy nagyon-nagyon drágák. Drogériás sminktermékekhez képest nagyon drágák, egyébként annyira nem vész, de nyilván ezt mindenki magának kell eldöntse, hogy mi az, ami belefér, mi az, ami nem. De alapvetően ezzel a korrektorral és ezzel a fixálóporral tökéletes alapot tudtok csinálni, pórus nélküli, gyönyörű finisht, mint hogyha nem tudom, porcelánbabák lennétek.
Úgyhogy szerintem megéri kipróbálni. Beletelt egy kis időbe, míg rájöttem, hogy hogy kell használnom, hogy nekem jó legyen. Viszont ha neked nagyon zsíros bőröd van, akkor ez lesz a tökéletes fixálópor, úgyhogy szerintem próbáljátok ki. Befejezem gyorsan a sminkem többi részét, utána pedig jövök és elköszönök tőletek. És akkor, ahogy látjátok, el is készült a teljes sminkem. Hogyha kíváncsiak vagytok erre a videóra, és esetleg nem láttátok volna még, akkor itt meg tudjátok nézni. Leteszem a linkjét a leírásba is. Ahogy látjátok, az alapom egy nagyon picit változott, viszont nagyjából olyan, mint ezelőtt volt. Úgyhogy összességében még egyszer csak ismételni tudom magam, hogyha rászánjátok ezt a pénzt, és úgy érzitek, hogy nektek ez belefér, akkor vegyétek meg ezt a korrektort, és hozzá a fixálópúdert, szerintem tényleg nagyon jók, úgyhogy Jeffree Star, ha szeretnél, akkor nyugodtan szponzorálhatsz, köszönöm szépen, osszátok meg, hát ha egyszer összejön ez az álom. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem ebben a videóban, hogyha nektek is megvannak ezek a termékek, akkor ezt írjátok meg nekem a komment részlegbe, hogy szeretitek-e, nem szeretitek-e, és ha szeretitek, miért, ha nem szeretitek, miért, és hogyha tetszett ez a videó, akkor dobjatok rá egy hatalmas lájkot, iratkozzatok fel, ha még nem vagytok, nyomjátok be a kis csengőjük, hogy mindig kapjatok értesítést, hogyha töltöm fel nektek az új videókat, és természetesen kövessetek engem Instán is. Erről a sminkről is van az Instámon egy kép, úgyhogy menjetek, dobjatok rá egy lájkot. Nagyon-nagyon szépen köszönöm nektek, hogy itt voltatok velem ebbe a videóba, a következőben találkozunk, sziasztok!